Tűzoltóság, rendőrség, katonaság, többi között ezek a szervek vonultak ki arra a pályaorientációs napra, amit a Mosoni Dunaparton szerveztek meg június 9-én. A középiskolás fiataloknak most arra nyílt lehetősége, hogy interaktív bemutatókon keresztül testközelből ismerkedjenek meg ezekkel a hivatásokkal. Ennek az egyik jelentősége az, hogy megismertessük a diákokat, illetve a civileket a rendvédelmi szervekkel, illetve kollégáinkkal, hogy minél szélesebb körben megismerjék az ő munkájukat, és esetlegesen ilyen módon is helyezkedjenek el későbbiekben a diákok. A pályaorientációs napra kitelepült az MH Dániel Fi Tibor 205. légvédelmi rakétaezred, a Moson-Magyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség, de népszerűnek bizonyult az országos rendőrfőkapitányság sátra is, ahol a rendőrök az állomány taktikai felszerelésével öltöztették fel az arra vállalkozó fiatalokat. Érdekes, nagyon nehéz, nagyon kötött a mozgásom benne, nehéz feladata lehet a rendőröknek. Mit csináltak az előbb veled? Hát, megvertek, szépen szólva, meg próbáltunk ilyen feladatokat, amit a rendőrök mondtak. A rendőrök sátra mellett imbolyogva teljesítik a szlalompályát a fiatalok. Arra is lehetőség nyílt ugyanis, hogy kipróbálják a diákok azokat a szemüvegeket, amik azt imitálják, hogy milyen alkoholos vagy éppen drogos befolyásoltság alatt közlekedni. Kajtona Máté stábunknak elmondta, a szemüveget kipróbálva arra törekszik majd, hogy kerülje ezt az állapotot. Most próbáltam fel egy ilyen, mintha belennék drogozva, belennék lőve ilyen szemüveget. Hát nagyon fura érzés volt, még életemben nem volt, nem is akarok. Hát szerintem elég ügyesen teljesítettem. A mellkas kompressziót mutatja be a mentő, ami mindenki számára hasznos lehet. Az országos mentőszolgálat tisztje a légzéskeringés vizsgálatának menetét is bemutatta az érdeklődőknek. Ez a hallom, látom, érzem, ez a hármas érzékelés. Érzem a levegő áramlatot, hallom, hogy szuszog esetleg, valamint látom is, hogy emelkedik a mellkasa. Bilincsbe verték ezt a diákot a Dunaparti pályaorientációs napon, kitelepült ugyanis a Győr-Moson-Sopron vármegyei büntetés-végrehajtási intézet is. Bemutatták azt, hogy miként történik a bűnös elfogása és bebörtönzése. Rám rakták a bilincset, a lábbilincset és a övet. Ennyi. Miért vállalkoztál erre? Milyen érzés, hogy ezek rajtad vannak? Nem jó, és nem szeretnék ide kerülni soha. Nem jó. Talán ez is a célja ennek a lehetőségnek, hogy ezt kipróbálhatjátok? Igen, ez a bűnelrémisztés, hogy senki ne bűnözzön, és legyetek jó emberek. A szolgálatban másokért pályaorientációs napot a jövőben is megszervezik majd. A célok között szerepel, hogy minél szélesebb körben több korosztály is megismerkedjen ezekkel a hivatásokkal, amikből aztán pályát választhatnak majd.